Mati Stúdió az egyik legrégebbi intézménye a városban, amely hivatásszerűen foglalkozik a videózással. A közösségi televízió is innen indult. Most mit csinál a Mati Stúdió videó része? Igen, hát elsősorban saját szaktanfolyamainkhoz nyújtunk segítséget. Gondolok itt például a nyelvtanfolyamokra és a TIT által szervezett szaktanfolyamokra, amikhez videós segédleteket készítünk. Többféle szankör munkáját támogatjuk a videotechnikánkkal. A Tatai Barlangás szakkörrel közösen fogjuk a Megalódus barlangról készülő rövid filmet összeállítani, és emellett pedig a tavasztól elkezdjük az Agostyáni Arborétumról készülő film forgatásának előkészületeit. Na most szolgáltatásokban lépett elő a stúdió, vannak-e szolgáltatások videón keresztül? Közületeknek vannak szolgáltatásaink, amelyet tulajdonképpen két részre tudnánk osztani. Egyrészt bemutató referencia filmeket készítünk a VHS rendszer megadta határokon belül, másrészt már meglevő kazettákra hanganyagot vágunk idegen nyelveken, német, angol és orosz nyelven is, természetesen a magyar nyelvet is értelmez alatt. Most lakossági szolgáltatásotok azt mondtad nincsen. Nincsen. Pillanatnyilag miért nincs? Pillanatnyilag azért nincs, mert a lakossági szolgáltatásoknak az ára annyira magas volt, hogy érdeklődés hiányában ezen nem vált rendszeressé, ezért abba hagytuk. Most a vállalatoknak azt mondtad, szolgáltattok, elmondtad, hogy nagyjából milyen területeken. Érzel-e valamilyen piacot Tatabányán, videópiacra gondolok? Tehát van-e valamilyen konkurencia harc videósok között, intézmények között, akik esetleg hasonló szolgáltatásokkal próbálkoznak? Úgy érzem, hogy igen, de ugyanakkor azt is érzem, hogy ezt önállóan mi ezt a piacot nem uraljuk, tehát egyedül ebben mi nem is akarunk szerepelni ebben a versenyben. Például a filmünknek a nagy részének a szerkesztését is a Puskin Mindenség Központban végezzük. Velük voltak közös vállalkozásaink, gondolok itt a Kerti Károlyról készült filmre, amelyben közreműködött a T-Stúdió is. A Puskin Művelődési Központ már fejlettebb technikával rendelkezik annyiban, hogy birtokukban van egy úgynevezett szerkesztőegység, amely lehetővé teszi, hogy az elkészült nyersanyagot, tehát videó nyersanyagot editálják, montírozzák, azaz vágják. Ezeket a szavakat azért mondtam el, mert tulajdonképpen itt vágásról van szó, de a videónak nincsen meg az önálló nyelve. Tehát nincs önálló szakkifejezése még a videónak, minden ilyen szakkifejezést a filmtől kölcsönöz, tehát a vágás is tulajdonképpen a videóban is vágáson kívül, akkor nem ólóval történő vágásról van szó, hanem elektronikus vágásról. Tehát rendelkeznek ezzel a berendezéssel, amely nem csak a megyében, de az országban is elég ritka. A megyében egyáltalán nincsen, csak ők rendelkeznek vele. Nyilvánvaló tehát, hogy elsősorban az érdekel bennünket, hogy ez a szerkesztőegység mennyire van kihasználva. Közügyiskolánál pályáztunk különböző pénzösszeg elnyerésére, és ennek kapcsán nem két pénz, hanem egy eszköz kaptunk, egy olyan editáló, a szerkesztő berendezést, amely VHS rendszerben nagyon jó minőségben tud szerkeszteni két külön képvágás, hangvágás és mindenféle dolgokat megoldhatok vele. Ennek az eszköznek a birtokában vállalkoztunk arra, hogy megkérjük a filmfőigazgatóság engedélyét egyfajta szolgáltatásként való megjelenéssel. Gyakorlatilag mindenfajta olyan dolgot végezhetünk, amely egyfajta belső felhasználásra megy, illetve intézményen belüli reklámra, hogy magánszemélyek filmjeinek a utólagos munkálatainak elkészítésére, akár a felvételtől kezdve egészen a lezárásig, amik a szerkesztett műsor megvan. Ez a vágószett, ez a szerkesztőegység, amely lehetővé teszi a korrekt vágásokat, tudomások szerint az egyetlen a megyében. Ehhez képest ez jó ki van használva, vélemények szerint? Lehetne jobban is kihasználni, ebben biztos vagyok. Nem, ha nincs annyira kihasználva, mennyi egy nap 24 órájában belefér. Az nem csak, hogy a megyében, az egy, hanem az országban sem érkez 10 környékén, jól tudom, legalább OKT pályázat útján, amikor nyertek különböző cégek, akkor 6 darabot kapott 6 különböző egységet. Ennek a kapacitása gyakorlatilag jelen pillanatban úgy hiszem, hogy 25-30%-ban van kiasználva. Hozzá kell tenni, hogy ebben nem csak a szolgáltatás jellegű dolgokat végzünk,
hanem az intézményben működő stúdió 80 amatőr film és videóklip a saját filmjét kellene vágnia, mert hát nem így vágná. Mi, amikor ezt az engedélyt megkértük a filmfőigazgatóságtól és a választmácsától, akkor mellé kellett raknunk mindazokat a költségeket, amelyeket egy-egy film kapcsán, elkészítése kapcsán, részt folyamatok végzésével vagy bármivel férjünk. Ezt a Magyar Amatőr Film és Videó Szövetségnek a Super 8-as filmre kitalált ára alapján állapítottuk meg, és ezt elfogadta mindkét engedélyező cég. Nem nagyon, én nem tartom olyan nagyon drágának ezt a dolgot, mint amennyi munka van egy ilyennel. Például most visszagondolok egy olyan 25-30 perces dokumentum jellegű film, amit most folyamatban van éppen. Ennek a többi költség egy olyan 35-40 ezer forint. Ha egy esküvőt mennyit vállaltok egy magánszemélynek? Hát Isten igazából nem volt példa, hogy mi így vállaltunk, hanem voltak ilyen kis dolgok gyakorlatilag. Attól függ, hogy mi az, amit az esküvő fogalmat akar. Tehát ha azt akarja, csak hogy a családjában való megérkezést, az eltávozási... Maradjunk ennek a példán, igen. Akkor ezt így körülbelül én úgy hiszem, hogy ha kavettát is mindent a százat ad, akkor ez egy 600 forint körüli összegben kerül. Ha tételezzük fel, hogy kaptok egy megrendelést egy vállalattól, amely egy referencia filmre szól a vállalat életéről, munkájáról, akkor megvan-e az elegendő szellemi háttér? Tehát a megfelelően felkészült szakemberek, akik ezt az anyagot el tudják készíteni? Én az előbb is már mondottam, hogy itt nem csak azok a filmesek dolgoznak ebben a TMK videóban, ha úgy tetszik, mert ez a elfordult neve a dolognak, akik az amatőr filmes csoportunknak a tagjai, hanem külső kollégák, a Megyei Művelődési Központban dolgozó videósok, a TIT-nek dolgozó videós kollégák, és alkalmanként besegítenek. Én úgy hiszem, hogy van egy olyan szellemi háttere ennek a társaságnak, az a 10-12 ember, aki ebben jól tud dolgozni. Természetesen, ha valamifajta olyan szakmai jellegű filmnek az elkészítéséről van szó, amely speciális, amelyben ugye mindenki nem ért mindenhez, a polihisztorok már ideje már elmúlt, akkor természetesen annak a megrendelőnek a szakmai segítségét igénybe kell venni, annak a szakértői támogatását igénybe kell venni. Mi eddig leginkább, képzőzeti témájú filmekkel foglalkoztunk. Valahogy ez volt, hát valamit is így indultunk, de ebben az ügyben dolgoztunk többet. Ebben is természetesen olyan művészettörténész ismerős barátos kollégát vontunk be, aki ennek a műfajnak az ismerője és profi ismerője. Harmadik ilyen intézmény, amely szintén használja a videót, és egyre többet használja, a Megyei Tanács Videó Stúdiója. Látvány Miklós, a Komárom Megyei Tanács Videó Stúdiójának a vezetője. Erről a stúdióról tudjuk a legkevesebbet. 1986. februárjában a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága egy középtávú korszerűsítési programot fogadott el. Ennek keretében került sor a Megyei Tanácsnál a Videó Stúdió kialakítására. Jelenleg a kezdeteknél tartunk, ami nem jelenti azt, hogy eddig nem dolgoztunk, hiszen számos olyan végrehajtó bizottsági előterjesztés kiegészítésül készültek videóprogramok, amelyek segítették a végrehajtó bizottság tagjait az adott témakörben az eligazodásban. Ebből már ki is derült az, hogy mi is a feladatunk. Elsődleges feladatunk az, hogy a végrehajtó bizottság és a tanács testületének döntés előkészítő munkáját segítsük. Másodlagos feladatunk pedig a különböző tanácsi, szakigazgatási szervek szakmai munkájának segítése, ezen belül olyan módszertani segédanyagok készítése, amelyek a tanács testületében, illetve a tanács apparátusában dolgozó, ügyviteli dolgozók, ügyvitelt ellátó dolgozók szakmai munkájának színvonalát segítik. Most ez a technika, ami pillanatnyilag rendelkezésre áll, elegendő-e ezeknek a céloknak az elérésére? Ez éppen a minimális lehetőségeket biztosítja, hiszen kettő darab magnetofonnal rendelkezünk és egy kamerával, VHS technikával természetesen. Az álom lenne számunkra, hogy ettől magasabb színvonalú technikát rendezkedjünk be,
Én úgy érzem, hogy a jelenlegi VHS rendszer az az igényeknek megfelelő színvonalú munkát biztosít. Ez a videostúdió bevétel kötelezett? Nem, nem bevétel kötelezett, hanem szolgáltatás jellegű tevékenységet lát el. Nem csak a megyei tanács és a igazgatási szervei számára, hanem adott esetben a helyi tanácsok felkérésére is végzik munkát. Városunkban két működő MASEK videó GMK-ról tudunk, az egyik a Vidicom, a másik a Vidicolor. Ez utóbbi képviselői nem kívántak nyilatkozni, az előbbiek viszont igen. Róluk és az ő munkájukról szól a most következő néhány perc. Gábor a városunkban működő Vidicom GMK egyik tagja. Hányan vagytok, mióta csináljátok és mit csináltok? Hárman vagyunk, körülbelül egy éve foglalkozunk a dologgal. Ez a GMK-nak két feladata van, illetve két profilja van. Egyik hát vállalatok részére csinálunk filmeket, a másik pedig hát családoknak lakossági szolgáltatásra. De a vállalatoknak inkább bemutató filmeket, tehát reklámcélra nem készítünk. Családi eseményektől készítünk felvételeket, így keresztelőkről, házasságokról, gyerekekről, születésnapokról, ilyesmikről készítünk. Milyen technikával dolgoztok? VHS rendszerrel dolgozunk, movie kamerával, Sharp kamerával dolgozunk, ezen kívül használunk még hát különböző megvilágításokat, két darab számítógéppel csináljuk a feliratozást. Honnan a szakértelem, hogy nekivágtatok egy ilyen GMK-nak? Néhány évvel ezelőtt hobbiként kezdtük el ezt csinálni, én magam és több barátom, majd megalakult ez a GMK, ahol hát úgy érzem, hogy elég nagy szakértelemmel foglalkozunk már ezekkel a dolgokkal, mert a gyakorlatunk megvan hozzá. És az üzlet hogy megy? Hát ebből nem nagyon lehet megélni. Na most én nem üzleti típusra gondoltam, de körülbelül arra, hogy a városban mennyi megrendelésnek van, hiszen mások is dolgoznak hasonló technikával és hasonló szolgáltatásokkal. Elég kevés megrendelésünk van, az az igazság, hogy sokkal nagyobb érdeklődésre számítottunk, mert ha abból indulunk ki, hogy egy fénykép elkészítése, egy előhívással mindennel együtt körülbelül 5-600 forintba kerül, nekünk meg fél óra anyag, ami hát lényegesen több állóképet biztosít, és emellett a hangzás, mozgás, mindent rögzít, 800 forintba kerül, akkor ahhoz képest azt mondhatom, hogy elég kevés a megrendelés. Mi lehet ennek az oka, hiszen nagyon sok embernek van Tatabányán már otthon videója? Én úgy érzem, az emberek nem ismerik, talán nem mernek belekezdeni. Nem tudják talán még felfogni, hiába van videója, még nem tudja átérezni azt, hogy esetleg 18-20 év múlva élőben végignézheti ugyanazt az eseményt, ami már ugye nem jön el, amit a fénykép is sugár, vagy mutat. A vállalatok természetesen nevek említése nélkül eddig milyen megbízásokat adtak nektek? Hát ez vállalat, hogy csak bemutató, mint ahogy említettem, csak bemutató filmeket készítünk. Itt már több vállalattal tárgyaltunk, most az egyiknek a munkáját épp a héten kezdjük el. Ez azt hiszem, hogy eléggé jó dolog, mert a vállalat részéről is már elég olcsón csináljuk, viszont hát nekünk is jobb, mert komolyabb bevétel, tehát nem 800 forintos, hanem megegyezés szerinti áron dolgozunk. És véleményetek szerint egy vállalat felé nyújtott referencia film megfelel a VHS, tehát elegendő az a technika? Igen, én úgy érzem. Tulajdonképpen összegezni is lehetne az eddig látottakat. Abban a nehéz helyzetben vagyok, hogy itt többször is elhangzott a közösségi televízió, ilyen vagy olyan formában. Én azt hiszem, hogy állást foglalni nekünk innen most ebben a dologban nincs jogunk, ezért megkértük Súlyog Kálmánt, aki maga újságíró, de nagyon régóta foglalkozik amatőrfilmezéssel és a közművelődés házában videózással. Tőle próbáltunk meg egy összegzést kérni, és tőle próbáltunk meg valami olyan véleményt kérni, amely esetleg előremutató lehet. Előremutató lehet abban, hogy azért valahogy össze kellene fogni
ezt a rengeteg szerintem nagyon elforgácsolt erőt a városban. Az ő nyilatkozata következik most. Kálmán újságíró, lehet-e valamilyen észszerű megoldást találni erre a szertárgyó helyzetre, amit most látunk? Én abból indulnék ki, hogy az ember akármilyen produktumot készít, akár csak egyetlen másik embernek is, akkor is, ha tiszteli azt a másik embert, akkor arra törekszik, hogy annak a produktumnak legyen valamilyen formája, legyen valamilyen minősége. Tehát érteni kell hozzá valamilyen módon. Videótechnika esetén, videófilm készítés esetén nyilvánvaló, hogy érteni kell a videóműsor, egyáltalán a filmkészítéshez bizonyos szinten, bizonyos fokon. Na most honnan lehet ezt megtanulni? Hát először is korunkban telítve vagyunk vizuális hatásokkal, moziba járunk, otthon mindenkinek van televízió, ebből következően sokan úgy vélik, hogy ehhez mindenki ért. Mint ahogy egy bizonyos szinten, bizonyos fokon nyilvánvaló ért is hozzá mindenki. Azonban akár csak néhány perces videóműsort, videóklippet, videóproduktumot elkészíteni, én azért azt hiszem, hogy ehhez mégiscsak egyfajta gyakorlatra, sőt egyfajta felkészültségre van szükség. Tudunk a városban dolgozó művelődési házak, iskolák videóiról alkotó módon, vagy éppen más módon használják rendszeresen a videót. Most mit lehetne tenni, hogy mégis valamilyen egységesebb kép alakuljon ki a városban? Hát az a helyzet, hogy mi nem vagyunk hatóság itt a közművelődés háza, egyáltalán a művelődés ügyi berkekben parancsra tulajdonképpen azt hiszem, hogy olyan keveset lehet tenni, és nem is célunk. Hát azt lehetne tenni, én úgy gondolom, hogy ezeket a szemléinket minél színvonalasabban, minél nívósabban, ha úgy tetszik, minél nagyobb porveréssel rendeznünk meg időnként, hogy ezeknek rangja legyen, ezekről talán többet kellene írni újságba, szakmai folyóiratokba, talán a kábel televíziónak is többet kellene ezekkel foglalkozni. Egyáltalán valamiféle nimbuszát megteremteni annak, hogy ide sik legyen elhozni a filmeket. Na most én úgy gondolom, hogy meg lehetne teremteni egy városi szervezetét a városban élő videósoknak. Én erre legészszerűbb megoldásnak azt találnám, hogyha egy igazán értelmes alkotó kapcsolat jöhetne létre a közművelődés háza és a városi televízió között. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert akik ide hoznak bemutatni filmeket, azok részére valószínűleg nem tudunk mi óriás összegeket fizetni. Még ha időnként vannak is díjak, ezeknek a mértéke nem olyan, hogy ezért érdemes legyen valakinek pusztán a pénzért dolgozni. Az erkölcsi siker, az erkölcsi elismerés, az magára valamit adó alkotó embernek nagy dolog, de úgy tűnik, hogy önmagában időnként ez is kevés, vagy ez is csak egyik oldala lehet az ösztönzésnek. Az ösztönzésnek a másik módját én abban látnám, hogyha sikerülne egy olyan klubot összehozni, olyan társulatot, olyan szervezetet, amelynek a tagjai videóval foglalkoznak, és esetleg az lehetne a céljuk, hogyha ők jól dolgoznak, ha jó munkákat mutatnak be, ha tehetség látszik bennük, akkor előbb-utóbb szóhoz juthatnának a városi televízió műsoraiban. Most nem feltétlenül mint hivatásos televíziósok, vagy hogy az egész életüket erre rá kellene áldozni, hanem hogy módjuk lehetne arra, hogy az övékénél, a jelenleginél jobb körülmények között, jobb technikával, jobb feltételek között, alkotó légkörben olyan munkákat is elkészíthessenek, amelyekre mint magánember talán nincs lehetőségük. És akkor lehetne ez a klub egyfajta háttere, ha úgy tetszik, holdudvara a városi televíziónak, ugyanakkor a közművelődés háza adhatná ehhez az erkölcsi
támogatását, díjak odaítélését, megszervezését, alkalmanként közönség megszervezését egy-egy videóprodukcióra. Tehát megteremteni valamiféle társadalmiságot e köré a munka köré. Hogy mennyire volt összegző, átfogó és megnyitató a kép, azt nem tudom, döntsék el a kedves nézők. Még egy dolgot a témához, a közösségi televízió május hónap végétől videótanfolyamot szervez magánszemélyeknek, intézmények dolgozóinak a videózás alapjairól. Részletesen lehet érdeklődni telefonszámunkon a 10902-n, illetve a tanfolyam indítása előtt majd a újságból érdeklődhetnek, illetve újságból tudhatják meg a részleteket. Melyik újságban? Hát tanítom a dolgozóklapjáról. Köszönöm, most pedig az ifjúsági klubokról, mégpedig a Bányász ifjúsági klubokról, melyek több éven keresztül nagyon sikeresen működtek a város különböző részein. Most egy éve egy helyen, a Bányász művelődési otthonban vannak. Török Zsuzsa járt náluk. Helyszínünk a Tatabányai Szénbányák kis klubja. Beszélgető partnereim Zóvics Tamás, a Tatabányai Szénbányák kis bizottságának titkára, Igaz István, a Szénbányák kis klubjának a vezetője, és Németh Zoltán, a Szénbányák kis bizottság közművelődési munkabizottságának vezetője. Abból az apropóból kerestünk meg benneteket, hogy megalakult a még egy évvel ezelőtt a Tatabányai Szénbányáknak az új kiszklubja, és a többi kiszklubot pedig bezárták. Ez tavaly a küldőgyűlésen hangzott el. Szeretném, hogyha együtt felelevenítenénk azokat a gondolatokat, eseményeket, amik ezzel kapcsolatban elhangzottak. Először is 86 évben született egy olyan tanácsi rendelet, amely következtében az ifjúsági klubjainknak a finanszírozása tetemesen megnövekedett volna. Ez azt jelentette, hogy klubonként körülbelül egy évben 90 000 forinttal többet kellett volna fizetnünk a klub helységek bérlete gyanánt. Most ezt a kis bizottság nem tudta felvállalni, és ezért határoztunk úgy, hogy a tanácsi bérleményekben működő klubjainkat feloszlatjuk, és lehetőség szerint egy új klubot teremtünk, ami közös az egész Szénbánya vállalat kis fiataljai számára. István, te régi klubos vagy, te hogy látod ezt a problémát, vagy neked tetszett ez, hogy egy egységes kis klubot hoztok létre? Ez a három üzem egy klubért vetekedik többek között, hogy egy programot tudjon így csinálni, és így vannak ütközések, egyeztetés szempontjából ez szerintem nem jó így. Tulajdonképpen szerintetek azok a klubok úgy egyenként ki voltak használva? Szóval szerettek oda járni a gyerekek, voltak ott gyerekek? Szokták a régi klubjukat, meg volt a csapat, és ebből elég komoly gondok voltak az itteni beindulással, létszámmal illetőleg. A régi klubok hangulata, meg ennek a mostani klubnak a hangulata, az összehasonlítható-e? Hát véleményem szerint még azért össze lehet hasonlítani, de még nincs egy szinten a két klub, és a régi három és a mostani klub. Na most én azért időben visszamennék addig, amikor megalakult a három klub, az újvárosi, a régiek. Tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy az üzletemi kisesek finanszírozása, a kezdeményezés, saját maguknak megépítettek egy klubhelységet, amit maguknak éreztek teljes mértékben, és ahol lejártak, jól érezték magukat. Na most, mint tudjuk, hát mindenki 20 éves el is múlik, az idő nem áll meg, mindenki felnőtt, férfi, nő lett, család, egyéb elfoglaltságok, más munkai gondok, és sajnos kimaradtak ezek a saját dolgozók, üzemi dolgozók ezekből a klubokból, helyettük egy-két tag maradt régi, helyettük pedig feltöltődött a város más külső üzemeinek a dolgozói, a fiataljaival, ami tulajdonképpen az egyik másik ok is volt, amellett, hogy fel kellett, hogy számoljuk a régi klubokat. Ez a klub ez úgy indult, és a előzetes megbeszélésünk alapján és a ifjúsági klub vezetőségével megbeszélve, ez egy csak üzemi dolgozóinknak a ifjúsági klubja, tehát ezt azt értem, hogy 12 kis szervezetünknek a fiataljai, vagy az üzemeink dolgozói járatnak ide le szórakozni, kikapcsolódni. Milyen rendszerességgel tartod a klubfoglalkozásokat? Kedden és csütörtökön vagyunk nyitva, 5 órától 9 óráig. Végezetül szeretnék kérdezni veleteket a konkrét tervekről, tehát konkrétan milyen programokkal várjátok ide a gyerekeket? A májusi program az most van készülőbe, úgyhogy most már jön a jó idő, hogyha szabadba is ki tudunk mozdulni. 5-én megyünk az úszodába, ott egy játékos úszóverseny, stb. Játékos vetélkedő a medencébe természetesen. 12-én megyünk fel a Barlangász klubbal közösen, egy ilyen egymásztó bemutatóra, amit a barlangászok fognak nekünk tartani. Egyébként utána, ami elég közkedvelt, videóprogramokkal próbáljuk a benti programot is tartani, a színvonalat.
és a hónap végén egy vendéget, egy fővárosi vendéget, Árkus Józsefet akarjuk most lehozni a májusi hónapban. Te, mint új kis titkár, hogy látod a itt működő klub munkáját? Tehát mindennek be kell indulnia nyilvánvaló, tehát ez egy bizonyos kifutási időre nyilvánvalóan szükségünk van. Most az, hogy ide új tagok vagy régiek jönnek, én elsősorban újakat várok, ez nyilvánvaló, azért mégpedig, mert hát a fiatalok idősebbek lettek, elfoglaltabbak, máshol van a klub, tehát nyilván egy vonzás körzete minden klubnak van, az újvárosiak nem biztos, hogy szívesen jönnének ide a távolság miatt, egyrészt másrészt tényleg más elfoglaltságuk miatt, és itt a Gál István lakótelepen, ami itt van a közelünkben, rengeteg olyan fiatal van, akinek szeretnénk ezzel a klubban egy lehetőséget adni, hogy itt töltse el a szabad idejét. Két kollégánk, Hidlünk István és Ramu Tamás városunk egy-egy közkedvelt létesítményébe látogatott el. Hidlünk István a strandon járt, ahol egy csúszda épül, erről szól az első tudósítás. A másikat Ramu Tamás készítette, aki azt akarta megtudni, hogy elkészül-e a szabadtéri színpad. Szerint, ha nem is Közép-Európa, de Magyarország legszebb fekvésű strandja a Tatabányai. Egy verőfényes napon látogattunk ki, hogy lencse végre kapjuk azt a nagyszabású építkezést, amely egy ideje foglalkoztatja a strandlátogató közönséget. Országszerte népszerűek azok a hatalmas csúszdák, amelyeket először a Balaton partján, a Palatinuson, majd egyre több helyen láthattunk. Ilyen, immár az országban a 10. óriás csúszda épül most a Tatabányai strandon. A monumentális építmény munkálatai már előre haladott állapotban vannak, a műanyag teknő tartó szerkezeteit készítik. Bár több, ehhez hasonló csúszda található az országban, ez mégis különbözik a többitől. Itt használták ki legjobban, a természet adta lehetőségeket, a három pálya a dombtetőről indul, kettő körbe-körbe tekeredik az oszlopokon, a harmadik pedig egyenesen az új medencébe vezet. A két hosszú pálya egyenként 120-120 méteres, a szintkülönbség 12 méter. A tervezőket dicséri, hogy úgy alakították ki a vonalvezetést, hogy nem kellett fákat kivágni, az egész építmény jól illeszkedik a környezetbe. A terveket a tanács műszaki osztálya ellenőrizte, az építkezést a Delta KTS és a Tatai villamos és vasipari szerelőszolgáltató kiszövetkezet végzi. A Delta gyártja a poliészter csatornát, a Vilvakis végzi az alapok, a medence elkészítését. A több millió forint értékű beruházás költségeit a Delta és a Vilvakis fedezi, a munkát társadalmi felajánlásként végzik. Napokban, a Május 1 parkban sétálgatva, szorgos kezek munkájára lettem figyelmes.
Egy tatai kiszövetkezett, a Vilda munkatársai serénkedtek ott, ők végzik ugyanis az ekkor jobb napokat is megért szabadtéri színpad felújítását. A színpad az utóbbi években annyira elhasználódott, hogy szükségessé vált elavult villamos hálózatának teljes cserére. A régi hálózat már nem alkalmas nagyszabású rendezvények kiszolgálására. Néhány éve még egymást érték itt a koncertek, a szabadtéri mozi előadások és egyéb rendezvények. Sőt, ide került régi helyéről, és itt működött még egy ideig, a sokunk számára emlékezetes, ma már szinte legendás ifjúsági park is. Illetékesek azt ígérik, hogy ha a munkák jól haladnak, nyár közepén már ismét kinyithatja kapuit az intézmény. Én pedig sokakkal együtt várom, hogy a szabadtéri színpad minél előbb készüljön el, újra a nagy tömegek nyári szórakozásának centrumává váljon. Most harmadik alkalommal tudósítjuk Önöket Bridge-ről. És én mindig abban a kényelmetlen helyzetben vagyok, hogy mindig nekem kell felkonferálni. Én bridge-elek, és nyilván más szenvedéllyel, más lélekkel állok ez a bridge-hez, mint a többiek, akik nem ismerik. És mindig az a célunk, hogy toborozzunk embereket ez a nagyon szép játékhoz. Most egy rövid riportot láthatnak Szabó Pétertől, aki két fiatal bridge-előtől érdeklődött. Mi is ennek a játéknak a lényege, miért szeretik ezt a játékot és miért szép. Polósi Pipo és Moszka Gábor két bridge játék szünetében. Számotokra mit jelent ez a játék? Hát számomra ez egy olyan szellemi sport, ami szenvedély is. Tehát ez valahol minden csütörtökön az életünk. És nem káros szenvedély? Hát azt hiszem nem. Sokan azt mondják, hogy a kártya az valami rossz egyértelműen. Az ember elkártyázza a vagyonát és stb. Ilyen rossz asszociációk kötődnek hozzá. Igen, sajnos van egy ilyen megítélés a kártyajátékoknak ebben az országban, de azt hiszem ez egy olyan kártyajáték, amit kevesen ismernek, és nagyon jó lenne az a kártyajáték a háborús előtti évek színvonalára tudna visszaemelkedni, hiszen most itt a Bridge-ről annyit, hogy a magyar válogatott annak idején a háború előtt kétszer volt Európa bajnok és kétszer volt európai második helyezett, és a verseny Bridge a felszabadulás után csak a 69-ben, illetve a 70-es évek elején tudott Magyarországon úgy beindulni, hogy visszatérhessünk az európai verseny színterekre. Hát most már elég jelentős versenyzőgárdája van az országnak. Mint egy 1000 játékos, 1000 úgymond igazolt játékos részvételével rendszeresen rendeznek versenyeket, és a vidéki helyszínek egyik ez a tatabányai kis közösség, ami ebben az országban egy eléggé jelentős. Igaz, hogyha egy kezdő egy éven át foglalkozik a bridge-el, akkor kezdje el az alapjait érteni? Hát ez a tehetségtől is függ, de nyilván kell egy kis rutinszerzés. Tehát hiába tanul meg valaki, hogyha játszani, nem játszik versenybridge-et, hanem csak Robert Bridge-et játszik, akkor nem fejlődik annyira. Tehát az összehasonlítási alap nincs meg. Nem tudja, hogy mit csinált jól, rosszul. Tehát mindenképpen kell a versenybridge. Én nem tudok bridge-elni. El tudjátok mondani, mi ennek a játéknak a lényege? Nem megy? 52 lapos francia kártyával játszok, és az a lényeg, hogy minél többet is, illetve hogy adott szituációban te is a legtöbbet. Na most ez egy olyan korrekt játék, talán ezért van rossz megítélés a kártyajátékok, nem a szerencsejátékoknak tartják. Hát ez a bridge, ez egy nagyon pici százalékban szerencsejáték, hiszen a verseny bridge kialakulás, illetve a felépítés a folyamán, ez majdnem tökéletesen a játékos tudása lemérhető adott szituációban. Tehát egy kiosztás, minden játékos, illetve minden pár lejátszik. Ezután bizonyos írásmód kialakult a bridge-ben, a versenybridge-nél egy kicsit más, mint a társasági bridge-nél. Ez írásmód alapján, amit minden parti után dokumentálunk, és amit én nem tudok, hogy mi volt ez a partiban, ezután a végén összehasonlítható az adott párok teljesítménye. Most ez az összehasonlítás aztán mérlegelhetővé tesz, hogy ki volt abban a szituációban. Tehát pénzről szó sincs akkor. Igen, nevezőszíjak vannak a versenyeken, és ezek díjazott versenyek, de itt nem a pénz dominál. Ugyan ennek ezt itt megemlíteném, hogy nyugaton ebből nagyon jól megélnek, tehát profi versenyek van a nyugati országokban. Most azáltal, hogy tudtok bridge-ezni, mivel vagytok okosabbak a hétköznapon? Igen, szerint semmivel. Hát a memóriánk talán egy picit jobb, szóval mindenképpen koncentrálnunk kell. A parti folyamán szükség van arra, hogy figyeljem a
kiment lapokat, és tudjam, hogy a partnerem milyen lapot, milyen sorrendben dobott, mert nekem ezer információkat szolgáltat, de ez teljesen nyilvánvaló információ, ez egy olyan információ, amit az ellenfél is tud. Tehát a túlzás, ez egy matematikai gondolkodáshoz az egyik legjobb edzőszája? Mindenképpen logikus gondolkodás kell, mindenképpen nekem egy picit előre kell gondolni, illetve megpróbálom a legvalószínűbb módon kitalálni az ellenfelek lapját, és ez alapján próbálom én játszani, hiszen azt hiszem, mint az előbb filmeztétek, és lehetett látni, hogy egy lapot mindenki lát. Tehát van egy asztal, és van az én lapom, és van még két lap, amiből bizonyos információk után már tudhatom, hogy kinek a kezében milyen kártya van. Te hogy tanultad meg ezt a játékot? Hát együtt tanultuk meg a gimnáziumban, annak idején ez egy kiváló osztály volt, 9-en tanultunk. De gondolom nem szünetekben. Hát előfordult az is. Tehát 9-en megtanultunk bridge-elni, és 3-an aktívan játszunk azóta is. És még fejben adjam az, hogy a Garami tanár úr, az Árpád gimnáziumból, ő is most már aktívan bridge-el. És ha most a Tatabányán meg akar tanulni valaki bridge-ezni, akkor mi a teendője? Hát eljön ide, minden évben tartunk egy tanfolyamot kezdők részére. Látom, hogy kezdődik a játék. Akkor a jelentkezés a megyei tipnél, és akkor nem is zavarlak benneteket. Csak egy kérdésem lenne, vad, de férfiasan mennyi idő alatt lehet megtanulni rendesen bridge-en? Hát ez olyan dolog, mint mennyi idő alatt lehet rendesen megtanulni sakkozni. Körülbelül egy év, két év. Hát a szabályt meg lehet tanulni nagyon gyorsan, mint egy 2-3 hónap alatt. De magát a játékot igazából élvezni, az körülbelül egy másfél év alatt lehet. Tehát addig jut az ember olyan szintre, hogy a játék már nem gyötrelem neki. Nem kell minden egyes lucidjét meggondolni, minden egyes lapot, amit kivesz, hogy azt jól teszi-e. Milliószor átgondolni, egy idő után rutinná válik. Persze rengeteget kell gyakorolni és tanulni. Én másfél évvel tudom körülbelül ezt az időt. Van akinek több, van akinek rövidebb, attól is függ, hogy ki mennyit kell foglalkozni. Mert a bridge-el, ha elkezd az ember, minden nap kell foglalkozni. Itt vannak versenyek, amikor tárgyászok minden héten egyszer az edzés tulajdonképpen. Igen, tulajdonképpen egy edzés és egy rendszeres játék lehetőség. Rendszeres játék lehetőség, mi itt a megyében, illetve Tatabányán egy egyesületben vagyunk, és körülbelül 40-en vagyunk itt együtt, és járulhatunk rendszeresen versenyekkel. Na most ehhez viszont óvatatlanul szükséges egyfajta versenyszellem, versenylégkör kialakítása itt házon belül. Egy 14-16-30 összejön, és ez lehetőséget ad egy 4 órás helyi versenyek a lebonyolítására. És ez tényleg nagyon jól készített az országos versenyekhez, ahol a magyar élmezőn is rendszeresen részt vesz, és hát ott igen magasan értek. Most akkor valamit konyított a bridgehez, nem még egy kérdésem lenne. Itt fel lehet készülni előre egyes lépésekre, mint a sakkban? Hát itt a partnerből kell jó felkészülni. Tehát a sakkban tényleg egyedül vagy egy tábla mellett, és a saját gondolatodat a lépésekben megfogalmazod. Itt rá vagy utalva a partnerre. Tehát egy olyan hallatlan kontaktusba kell lenned a partnerrel, hogy ne lehessen téveszteni. A bridgeben kevesebb lehetőség van egyéni akciókra, mert a partner azt félreérti. És elrontja a licitet, vagy elrontja az ellenjátékot. Lehet-e jelezni egymásnak? Nem arra gondoltam, hogy az oldal lehet jelezni, most egy úti hasonlattal élve, lehet jelezni a partneremnek azt, hogy egy bizonyos színből páros vagy páratlan számú lapon van-e. Erről a riportban is hallottunk, és az útiban is néha hasznos lenne tudnom azt, hogy 3 tök vagy 3 mak van a partneremnél, mert jól lehet tudni, de ez egy kölcsönösen korrekt információ, az ellenség is tudja. Tehát az ellenség érti azokat a jelzéseket, amelyeket én teszek. Na jó, hát erről ennyit. Most pedig ki a természetbe a terem után, mégpedig Samu Tamással és Varga Csabával, akik kirándulni voltak. Egy kellemes nyári kirándulásra invitálom a nézőket ezzel a kis filmmel, amelyet május 3-án forgattunk Varga Csabával és Stan Weber Sándorral.
Amikor a turul madártól elindultunk, még nem tudtuk, hogy milyen messze van Buncsuk út az úti célunk. Szerencsére összetalálkoztunk néhány rutinosabb túrázóval, ők szívesen útba igazítottak minket. A piros jelzésen haladva először egy kedves pihenőhelyet találtunk. Sokak számára ez a kicsitás egy dologos túra végcélja. Nekünk viszont csak a kezdetet, az első néhány métert jelentette. Még otthon elhatároztuk, hogy lencse végre kapunk minden utunkba kerülő vadállatot, bármilyen veszélynek tesszük ki magunkat ezzel. Az első ilyen kaland nem váltott magára sokáig. Egy kökény bokor virágai közt lakmározó virágbogarat örökíthettünk meg. Növényekkel is találkoztunk. Virágzott még a tavaszi kankalin, volt még néhány ibolya, és egy védett növény, a tavaszi hérit is ott virított gyalogösvényünk mentén. A gyöngyvirág azonban nem akart kinyílni. Sok helyét láttuk, de mindenütt csak bimbóit csodálhattuk meg. Sok madárral is találkoztunk, de a lombok úgy eltakarták őket, hogy csak hangjukat tudtuk rögzíteni. Útközben a virágokon és az állatokon kívül az útjelzéseket is figyelnünk kellett. Eddig a piros vonalon haladtunk, de elérve az erdőgazdaság szemetekertjét, a jelzés piros keresztre változott. Később a sárga jelzéssel találkozva azon folytattuk a gyaloglást. Mielőtt a kisvéti vadászházhoz értünk volna, egy öreg tölgyfa látványa ragadott meg bennünket. A vadászháznál eredetileg elváltunk volna eddigi utitársainktól, de végül is együtt maradtunk. Vagy nekik is kedvük támadt egy nagyobb túrára, vagy csak megsajnáltak minket látva, hogy nehezen tájékozódunk, nem tudom. De bejelentették, hogy most már végig kísérnek bennünket egész Buncsuk útig. Ekkorra már nagyon elfáradtunk. A kamera, a felvételeket rögzítő berendezés, a tartalék, videokazetták és akkumulátorok súlya megduplázódott vállainkon. Még utitársnőm kutyája is úgy elfáradt, hogy nem győzött lihegni. Továbbra is együtt haladva, kisvártatva, nagy örömmel vettem észre azt a sárga kört, ami tulajdonképpen kutat jelöl. Nem is volt már messze a végcél, Buncsuk út. A táj gyönyörű, a menetelés is könnyebben megy, ha már szemünkkel látjuk a kutat, amely pihenést, friss vizet ígér. A kút bőv vizével minket is megajándékozott, mellette telepettünk le egy kicsit szeretni beszélgetni. Nehéz podgyászainktól egy időre megszabadultunk, nem csoda hát, hogy ha operatőrünk is megkönnyebbülten végre egy kicsit kamera nélkül járhatott a kutyával. Visszafelé már rövidebb útvonalat választottunk. A vadkerítés mellett haladva koldusszállás felé vettük az irányt. Igaz, csak messziről csodáltuk meg ezt a helyet, mert fogytán volt az időnk, de aki nem siet, feltétlenül tegye meg ezt a kis kerülőt, megéri. Egy koldusszálláshoz közeli kutatáson áthaladva egy béka vetődött elénk. Őt is megörökítettük. Aztán egy fürgegyűjt is felkerült a videokazettára. Két turista jelzésen haladva a vereszeg mellett bandukoltunk el, majd amikor csatlakozott hozzá a sárga jelzés, elértük kirándulásunk utolsó útszakaszát.
megirigyelve egy gyalogszintér sürgességét, mi is rákapcsoltunk egy kicsit, hogy minél hamarabb az M1-es úthoz érjünk. Innen már könnyű visszajutni a városba, vagy a panoráma úton haladva a turulemlékműhöz. Már teljesen elcsigázva, felszerelésünk súlya alatt mire jutottunk ide, amikor egy sárkány repülőt pillantottunk meg. No, nem az égen, hanem a répen. Gazdája szívesen elbeszélgetett velünk a sárkány repülésről, majd látva állapotunkat, felajánlotta, hogy kocsiján visszavisz minket a turulhoz. Nem utasítottuk vissza. Ezzel véget ért egy amatőr kiránduló csoport első túrája. Talán lesz folytatás. Addig is mindenki számára, aki kikapcsolódásra, friss levegőre vágyik, vagy egy egészséges tétát akar tenni, őszintén ajánlom ezt az utat. Irány tehát a turulmadárnál a piros jelzés. Most pedig a műsor végén a szokásos sportösszefoglaló, először természetesen foci. A csapat Szombathelyen járt a haladás vendégeként, szombaton 17 órakor kezdődött a mérkőzés. Nézzék meg az összefoglalónkat. Szombaton mi is elkértük Szombathelyre a csapatot. Előtte azonban körülnéztünk egy kicsit a városban. Most nézzenek még néhány szép képet a tavaszi erőfényben fürdő Szombathelyről, a csónakázótól környékéről és a főtérről. Aztán pedig következzék a mérkőzés, de előtte még egy rövid riport. Dakad doktorral itt találkoztunk a főtéren. Mit vár a mai meccstől? Hát talán könnyű helyzetben vagyok, meg nem is, mert két hete Győröt láttam a haladást, és hát előtte hát biztosan megverte a Vasas 4-1-re, persze a hazai környezetbe. Ott viszont kaphattak volna akár egy ötöst is. Ismerem a Tatabányának az eredményét, meg a csapatot eléggé jól ismerem. Mondom, nehéz, de idegenben is győzelmet várok a csapatról. Nehéz küzdelemben, könnyű nem lesz, az biztos, de én egy olyan 2-1-es győzelmet várok a csapattól. Köszönöm szépen! Dr. Lakat Károly ezúttal igen rottyósnak bizonyult, azzal a közel 10 000 nézővel együtt, akik ha nem is szombathelyi győzelemben, de legalább jó játékban bíztak. Most a mérkőzés 3 említése méltó eseményét fogják látni. Az első félidőben még támadgatott a Szombathely, baloldali akció után Bognár középre gurít, és az egyik szombathelyi játékos hatalmas lövését kis hárítja. Ez pedig az ellentámadás képik a jobb oldalon próbálkozik, középre gurít, és Vince 30 méterről hatalmas lövést szerez meg, melyet a szombathelyi kapus Kutasi lábbal hárít. A második félidő 73. percében Szalma csatázik a védőkkel, aztán megsérült és le is kellett cserélni. Szóval maradt a gól nélküli döntetlen, úgy tűnik, hogy a csapat az ítéletnapig sem rúgtak volna gólt, mint szerencsé, hogy a játékvezető nem hagyta őket 90 percnél tovább játszani. Reméljük szerdán a Békés Csaba ellen több sikere lesz a Bányásznak. Most kézilabda, a Bányász az elmúlt csütörtökön a Várpalota ellen játszott a férfi csapat. A mérkőzés után beszélgetett Imrő János Bíró Imre kapussal és Ajton Jánkos vezetőedzővel. Április 30-án 18 órakor újra teltház várta a sportcsarnokban a Tatabányai Bányász és a Várpalotai Bányász férfi kézilabda csapatainak játékosait. Fehérmezben a hazaiak szerepeltek. A nézők biztosra vették a mérkőzés előtt a Bányász győzelmét, és elefele futottnak élték a mérkőzést. A palotaiak erre sokáig rácáfoltak, hiszen csak a második félidő utolsó harmadában adták meg magukat. Az első gól a harmadik percben esett Marosi révén. A másodikat Debre szerezte, majd újra Marosin volt a sor.
A 10. percben már 4-1-re alakult a mérkőzés állása. Ezután az ellenfél percei következtek. Volt 6-6, 7-7, 8-8, végül is 11-10-es hazai vezetésnél vonulhattak a csapatok az öltözőbe a félidőbe. A második játék részt a várpalotaiak kezdték jobban, rögtön a félidő elején kiegyenlítettek. A játékvezetők elég furcsán értelmezték a kemény játék fogalmát, nem torolták meg a vendégek durvaságait. Sokáig fej-fej mellett haladtak ezután a csapatok, de az utolsó pár percben már iskola játékot játszott a Bányász. Borsos nagyszerűen dobja a labdát Marosinak, aki kínai figura végén volt érte. A TBSC végül is megérdemelten 25-19 arányban nyerte a mérkőzést. Mi az oka annak, hogy nem védesz a Bányászban? Múlt hónap 13-án pénteken, szerencsés napok során egy felpörgő labda eltalálta a szememet. Tulajdonképpen nem is a felpörgő labda volt az oka, hanem a ütődés miatt a szemgödörbe egy sérülés keletkezett, ami a szemgolyó és a retina bevérzését okozta. Meg kellett várni, amíg felszívódik, szépen letisztul, és majd csak a megfelelő orvosi kontroll után álltok ismét csatasorba. Ez mikor lesz? Jövő héten kell menni kontrollra, ez a végső, remélem végső ellenőrzés, és aztán talán már a jövő hétvégi debreceni mérkőzésen már szerepelhetek. Ákos, beszéljünk egy kicsit a tavaszi szezonról. Hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó sikerült felkészülés után igen nagy lendülettel kezdett a csapat, és hát nagyon jó rajtot vettünk. Negyedik mérkőzésen Békés Csabán úgy érzem egy nagyon pekes, nem megérdemelt vereséget szenvedtünk. Itt bekövetkezett egy kis törés a csapat játékában. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a sérülések megtizedeltek bennünket, és sajnos a mélypont pont a leglényegesebb mérkőzésen a Rábajtó ellen jött ki. Sok játékosunkat nélkülözzük jelen pillanatban, és itt az Imre, aki még mindig nem áll csapat rendelkezésére. A Sibalin Jakabot múlt héten operálták porcleválással, Bognár Józsi, Bunkhard Csaba műtét előtt állnak. Ezen kívül Borsos Attila is makacs sérüléssel bajlódik. Mai nap is injekcióval tudta csak vállalni a játékot, úgyhogy sajnos ez meglátszott a csapat eredményességében is. Nagyon örülök, hogy a múlt héten sikerült nyernünk, mert ezzel a győzelemmel ott tudtunk maradni az élbolyba, és úgy érzem, hogy a csapat lassan kezdi ismét visszaszerezni azt a lendületet, ahogy a tavaszi szezonban elindult. Melyek a célkitűzések? Hát változatlan a dobogos hely, az első három hely valamelyikének a megszerzése. És a végére egy igazán férfias sportról, az ökölvívásról. Peszke Ferenc járt az ökölvívóknál. Szép sikert értek le a tatabányai úttörők az országos úttörő olimpián. 4 súlycsoportban olimpikonok, egyben pedig harmadikak lettek. Ismerkedjünk meg velük. Valga Miklós, Sáber Kádonc iskolába járok, és Szakála is ott a testvérfára. Hányadik osztályban? 6. C. Milyen súlycsoportban nyertél? 32 papír. 32 papír súly. Otthon a család? Hogy fogadta? Örülte. Feri Ferenc. Melyik általános iskolába jár? Táncsi Mihály. Hányadik osztály is vagy? 5. 5. osztály. Mióta ők lezad? 3-2. Úgy hallottam, hogy volt olyan ellenfeled, aki nem állt ki ellened. Miből adódott ez? Mit gondol? Tehát... nem tudom. Féltek tőled? Lehet. Nagy Tibor vagyok, a Váci általános iskolába járok. Lukács Beát a testnevelő tanárom. Hányadik osztályos? 7. vagyok és 14 éves. Melyik súlycsoportba sikerült nyerned? A légsúlyban, 36 kilóval boxoltam. Úgy hallottam, hogy a döntő az igazán nagy mérkőzést hozott, hisz a kétszeres olimpikont sikerült legyőzned. Hogy volt ez? Hát úgy volt, hogy az első két menetben nagyon szoros volt, és a harmadikban edzőm ráküldött a ellenfelemre, hogy most már meg kell vernem, és már majdnem döntő fölén sikerült hoznom, és sikerült pontozásra győznöm 3-2-re. Tömörem így. Hányadik osztályos vagy? 5. Milyen súlycsoportban nyertél?
kiskapi és húgy 30 kg. Iskolában hogyan fogadták a győzelmedet? Nagy örömmel. És otthon a család? Ők is. Megzavartalak itt a súlyos pofonok osztása közben mutatkozva neki. Én akkor Robert vagyok, Bánidály általános iskolában tanulok. 14 éves. És milyen súlycsoportban küzdöttél? 65 kg-ban. Milyen eredménnyel? Hát a harmadik helyet sikerült elérnem. Kétszeres megintéssel, egyszer tenyerest, és egyszer nem tudom, miért intettek meg. Így jött össze ez a harmadik hely, ami lehet javítani a következő olimpián, ami itt lesz Tatabányán. Hogyan készülsz? Hát remélem jó sok sikerülni, mindent elkövetek, elérjem a első helyet. Edzőik Rózsa András és Kardos József. Tudva azt, hogy utánpótlás gondokkal küzdik az ökölvívás, mégis hogyan sikerült ezt a szép sikert összehozni? Nagyon nehéz volt, nem akarom itt dicsérni a munkánkat, de a nagyobb munka inkább a tervezés, az összehozás, a gyerekek kiválasztása. Az iskolában rá kellett dumálni a fiút, hogy gyere le boxolj, hogy legalább nézd meg azt, hogy milyen sportág ez. Hát és sikerült, úgy néz ki. Az új felállásban sikerült összehozni egy jó kis csapatot, és annál is inkább nagyon örülök ennek az eredménynek, mivel ezek a fiúk, akik most olimpiai bajnokságot nyertek, ezek ebből még három, az Aksos Úgycsoport három győztese, még jövőre is úttörő korosztály, és ezért várom a jövőben is az eredménytől. András, téged nem régen még ringben láttunk. Hát igen, az a légkör az más volt, ez az edzői pályafutás, ez teljesen más légkör. Sikerült a Józsival, a Kardos Józsival összehozni ezt a négy olimpiát, én is azt mondom, hogy a gyerekek is adták magukat hozzá, az biztos, és abba bízunk, hogy ezek a gyerekeknek a sikerei a tatabányai gyerekeket is jobban készíti arra, hogy az ökölvívást kicsit jobban megszeressék, és többen legyenek itt ebben az edzőteremben. Bízom benne, hogy tartalmasan töltötték velünk ezt az elmúlt másfél órát, most már tényleg nem marad más hátra, mint az elköszönés. Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is szívesen várjuk a 10902-es telefonon, illetve a postafiók 1270-es levélcímen. Legközelebb két hét múlva, május 18-án 19 órakor találkozunk. Köszönöm figyelmüket, jó éjszakát kívánok!